Rendkívüli híreink következnek. Kérem, hallgassák meg Ceglédi Gyula polgármester szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatóját. November 30-án lejár városunk járóbeteg ellátó centrum igazgatójának határozott időre szóló megbízatása. Az intézmény fenntartó önkormányzat annak rendje és módja szerint pályázatot írt ki a tisztség betöltésére. Három pályázat érkezett be. Egy szakmai értékelő bizottság értékelte a pályázók anyagait. E bizottság nem a jelenlegi igazgató, dr. Varga Tamás, hanem egy másik pályázó anyagát értékelte a legjobbnak. Az önkormányzat legutóbbi ülésén megtárgyalta a járóbetegellátó ügyét, és úgy határozott, hogy kikéri az illetékes szakhatóságok véleményét annak maradéktalan tisztázása érdekében, hogy intézmény fenntartóként az értékelő bizottság által első helyre jelölt pályázónak a jogszabály adta keretek között a végzettség alóli felmentést szabályosan megadhassa. Az önkormányzat elvárása továbbra is az, hogy a járóbetegellátó központ a hajdúszoboszlóiak megelégedésére és magas minőségi színvonalon működjön. A pályázat ügyében a lehető leghamarabb döntést kíván hozni az önkormányzat. Minden további döntésről részletesen tájékoztatást nyújtunk a város közvéleményének. Szerkesztőségünk megkereste dr. Varga Tamást, az intézmény vezetőjét, akinek a megbízatása november 30-ai hatállyal lejár, hogy nyilatkozzon a helyzetről. Ő azonban elhárította a lehetőséget. Természetesen visszatérünk majd a pályázat ügyére.